Lakossági fórumot tartottak Magyarkanizsán, ahol ismertették a Prosperitáti Alapítvány második pályázati kiírását. A témaköröket, melyekre lehet pályázni, már április 3-án közzétették. A magánszállásadók és a civil szervezetek, mikro, kis és középvállalkozók, pályakezdők és kezdővállalkozók, valamint mezőgazdasági termelők nyújthatják be igényeiket az alapítványhoz. Valójában minden egyes feltételünk megmaradt ugyanolyannak, tehát a kettős állampolgárság az alanyi jogon mindig minden egyes pályázati kiírásnál érvényes lesz és kötelező lesz, tehát ezen nem fogunk változtatni. Itt elmozdulások az önvész jellegében vannak. A második körben pályázni lehet turisztikai fejlesztésre, kamattámogatást lehet igényelni vállalkozások részére, pályakezdők és kezdő vállalkozások igényelhetik a startup pályázatot. Mezőgazdasági termelők feldolgozói kapacitás bővítésre és földterület megvásárlására is pályázhatnak. Most ugyanúgy, ahogy az első körnél van egy 30 napos átfutási idő, amikor felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, és ez megint csak az első körnek a nagy tapasztalata, hogy mindenki olvassa el, hogyha kell többször azokat a dokumentumokat, amik az egyes pályázati kiírásokhoz tartoznak. A pályázati kiírásokhoz pedig minden egyes kiíráshoz 3 dokumentum tartozik. Egy pályázati felhívás, egy pályázati űrlap és egy pályázati szabályzat. Mind a 3-at el kell olvasni ahhoz, hogy maga a pályázó kapjon egy teljes képet arról, amire pályázni szeretne, és használja ki ezt az első, majd 30 napos, úgymond pihenési időszakot, menjen be az irodákba, érdeklődjön a kolléganőknél és a kollégáknál, tegye fel azokat a kérdéseket, amik megint csak az első kör tapasztalatából mondom, amiből utána problémák voltak, amikor az utolsó napokban, az utolsó pillanatokban próbálták beadni a pályázók a pályázataikat. A pályázati lehetőségek mellett az érdekeltek megismerhették a Vajdasági Magyar Szövetség eddigi munkáját, amit Pék Zoltán köztársasági parlamenti képviselő jelölt ismertetett. Elmondta, hogy mindenki számára nagyon fontos lesz az idei választás, mint önkormányzati, tartományi és köztársasági szinten. Mindenféleképpen arra buzdítanám az embereket, hogy menjenek ki szavazni, hogy minél nagyobb érdekképviseletünk legyen Belgrádba, illetve tartományba, sőt a helyi szinten is természetesen. Mivel csak így tudunk tenni a magyarsági, illetve így tudunk küzdeni a kisebbségi jogokért, illetve az elért eredményeinket tovább görgetni az elkövetkező 4 évben. Pék Zoltán azt is elmondta, hogy annak ellenére, hogy Vajdaságban nem a legtöbb külhoni magyar él, Magyarország kormánya elsőként Vajdaságot támogatta ekkora pénzeszközzel. Az ismertető előadáson az érdekeltek mellett részt vettek a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének jelöltjei is. A Prosperitáti Alapítvány második pályázati kör kiírásáról bővebben olvashatnak az alapítvány honlapján, valamint április 12-én Horgoson, április 14-én Oromhegyesen, április 18-án Tótfaluban, április 19-én Kispiacon és április 20-án Martonoson tartanak ezzel kapcsolatban lakossági fórumot. A Prosperitáti Alapítvány által kiírt első pályázati kör sikeres pályázatait megtekinthetik az alapítvány weboldalán a www.prosperitate.rs honlapon.